Üdvözlöm Önöket az alábbi videóban a Midland vezeték nélküli motoros fejszetjeit, valamint az Albrecht vezetékes fejszetjeit fogjuk bemutatni. Motoros fejszettekről szólva alapvetően két kategóriát kell elkülönítenünk, az egyik, amelyek kábeles úton csatlakoznak egymáshoz, ugye természetesen a vezetékes fejszettekről beszélünk, illetve a vezeték nélküli, amely pedig Bluetooth technológiát használva vezeték nélkül kapcsolódnak egymáshoz. A vezetékes Albrechtes motoros fejszetteknél alapvetően két részletre kell bontanunk az egész szettet. Az egyik az alapkészlet, amelyet a motorra rögzítünk. Ez tartalmazza azt a csatlakozót, amelyet például egy PMR rádióhoz csatlakoztatunk, valamint egy PTT gombot. Ez a PTT gomb jellemzően természetesen víz- és porálósággal bír. Ez ugye rögzül a motoron. A másik része pedig a sisakszett, amelyet magába a bukó sisakba kell beleépítenünk. Ez jellemzően egy zárt vagy egy nyitott sisakos fejszett. Itt elég könnyű dolgunk van, mert az Albrecht COHS elnevezésű terméke, amely lényegében a sisak részt takarja, mindkettőt tartalmazza, tehát mind a nyitott, mind a zárt sisakba beépíthető fülest és mikrofont tartalmaz. A kettő között egyébként az a különbség, hogy a mikrofon rész, amely ugye a száj elé nyúlik a bukósisakban, az egy sima, egyszerű kábelen, flexibilis kábelen, vagy pedig egy merevített tartóval nyúlik a szánk elő. Vezetékes fejszetről lévén szó, természetesen a sisakos részt minden le- és felszállásnál csatlakoztatnunk kell az alapkészlethez. Az alapkészlet többféle variációban elérhető, ezek jellemzően attól függenek, hogy milyen jack dugóval kerülnek szállításra ezek a készletek, tehát tudunk akár Motorola, akár Midland, akár Kenwood, vagy pedig iCom kompatibilis csatlakozóval alapkészletet vásárolni. A sisakba való szetnél mindkét fülre egy-egy hangszóró biztosítja a magas környezeti zaj ellenére is a hallhatóságot. Szintén az Albrecht vezetékes terméke az SHS300i, amely egy okostelefon szett lényegében. Ebben a csomagban már eleve megtalálható egy zárt sisakos fejszetrész, illetve az alapkészlet egy olyan csatlakozóval kerül leszállításra, amelyet iPhone, Android vagy BlackBerry kompatibilis készülékekhez tudunk használni. Ez egy négypólusú, három és feles jack dugó csatlakozó tulajdonképpen. A vezetékes fejszetteknél a motorral való fel- és leszállásnál természetesen csatlakoznunk kell fizikailag az alapkészlethez, míg a Bluetooth-os technológiájú vezeték nélküli fejszetteknél, ugye ez már egy kényelmesebb helyzet, itt elegendő egyszer párosítani a készülékeket. A Midland vezeték nélküli Bluetooth-os kategóriájában a belépő szintből a síeléshez való típust fogjuk Önöknek megmutatni, amely téli sportokhoz ajánlott. A Bluetooth kapcsolatot maximum két sisak közötti kommunikációra használhatjuk. A termék egy kisméretű, könnyű és vízálló kialakítással bír. Alapfunkciónként vagy az intercomot említhetjük, amely a két sisak közötti kommunikációról szól. Ennek hatótávolsága maximum 200 méter, valamint Bluetooth kapcsolatot tud tartani egy darab telefonnal vagy GPS készülékkel. Nyitott és zárt sisakhoz való mikrofon része is tartozik a csomagnak, adott esetben Bluetooth képes PMR rádióval is használható. A terméket csavarral vagy ragasztással rögzíthetjük a sisakon, a polimer akkumulátor pedig akár 8 órás működést is biztosít számunkra. A beépített AGC rendszer automatikusan szabályozza a hangerőt a környezeti zajoknak megfelelően. A készülékhez kábelen keresztül csatlakoztatható telefon, MP3 lejátszó vagy PMR rádió. Terméket ajánljuk utas és vezető közötti kommunikációra kis hatótávolságon belül, vagy két motor között. A Midland BTX 1 Pro, illetve a BTX 2 Pro, valamint a BT Next Pro típusú készülékek egyre növekvő szolgáltatásokkal és funkciókkal bírnak. Míg a BTX 1-nél két ember közötti közvetlen kapcsolatra, addig a BTX 2-nél négy ember közötti konferencia vagy közvetlen kapcsolatra alkalmas a készülék. Hatótávolság tekintetében is megvan ez a plusz funkció a BTX 2-nél, míg a testvérnél 2-300 méter a hatótávolság, addig az X2-es verziónál pedig 800-1000 méter között is tudunk kommunikálni. A BT család legnagyobb tagja a BT Next Pro, amely 8 ember közötti konferenciahívást, vagy pedig
6 ember közötti közvetlen kapcsolatot tud biztosítani. Ennél a készüléknél már nem csak szolgáltatásában, hanem hatótávolságban is nagyobb funkcióról beszélünk, tehát itt már 1600 méterre is tudunk kommunikálni egymással interkom kapcsolat esetén. Mind a három készülék típusnál az alábbi tulajdonságok is elérhetők, úgy mint az akku töltöttségéről, hangüzenetben való tájékoztatás, USB-n keresztül történő programozás lehetősége, zene megosztás funkció utas és vezető között, valamint Bluetooth kapcsolat kialakítása további GSM telefonokkal, GPS-es eszközökkel. Mindegyik készülék típushoz kábelesen csatlakoztatható MP3 lejátszó vagy pedig iPod. A beépített AGC rendszer automatikusan szabályozza a hangerőt a környezeti zajoknak megfelelően. Az előbb említett vezeték nélküli kommunikációs formáktól némileg eltérő az előttem látható Bluetooth-os PTT. Itt ugyanis maga az eszköz, amit kapunk, az egy Bluetooth-os PTT nyomógomb, és a magát a kommunikációt pedig egy Android vagy iPhone-ra letölthető szoftveren keresztül tudjuk bonyolítani. A szoftverre pedig korlátlan számú személy vagy csoport tud felcsatlakozni és azon keresztül kommunikálni. Mivel alapvetően a kommunikáció interneten keresztül folyik, így ennek hatótávolsága lényegében korlátlan, bárhonnan, bárhová lehet kommunikálni. Magát az adás pedig az előbb említett PTT nyomógombbal tudjuk elindítani, amely vezeték nélkül csatlakozik a GSM telefonunkhoz.